Több mint 400 ünnepi szalvéta és csak nem 70 bögre alkotja a szepet neki IKST aktuális kiállítását. A falubeliek mellett az iskolás csoportok is naponta látogatják a gyűjteményt. Forgatásunk idején éppen egy gyermekcsapat játszott a vitrinek és a tablók között. A felhívás több hónappal ezelőtt tette közzé a helyi intézmény vezetése. A gyűjtők szenvedélyéből kialakult tárlat nem várt sikert és eredményt hozott. Sokat kell beszélgetni a lakókkal, felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt, hogy kiderüljön, hogy mi a szenvedélyük, mi az, amit gyűjtenek. Álmomban se gondoltam volna, hogy idős asszonyok 60 éves múltra tekint vissza a gyűjteményük, és azokból hoznak karácsonyi szalvétákat. Nem csak az idősek, hanem megörökölték a gyerekek is ezeket a szalvétákat, és ők is adományozók voltak idén. A kiállítást stábunk érkezésekor a neki iskolások látogatták meg. Közülük több diák is találkozhatott a saját szalvétáival. Matola Dóra gyűjteménye ma már 180-190 darabból áll. Ebből körülbelül 30 szerepel ebben az összeállításban. Minden ünnepre veszünk különböző szalvétákat, ebédhez, vacsorához, ilyenekhez, és onnan mindig elkobzok egy párat meg, ahol vagyunk. Ott is, hogyha látok olyat, akkor mondja anya is, meg én is, hogy hogy, hogy így gyűjtem a szelvéteket, és szívesen adtak. Dóra barátnője Varga Emma elárulta, a korosztályukra nem igazán jellemző a gyűjtőszenvedély. Tehát senki semmi, nem gyűjt, csak ugye mi szalvétákat, meg ugye a Dóra szappant még. A korábbi időszaki kiállításokhoz hasonlóan a mostani is a lakosság és az intézmény közötti együttműködés révén jött létre a helyi IKSZT-ben.